Ő itt Száva, az 5 éves angol agárlány, akiről gazdája Takács Anita Száva mondandója címmel írt naplószerű könyvet, amelynek bejegyzéseit hétről hétre a Munkás Művelődési Központ jelenleg is tartó nyári táborában ismertet a gyerekekkel. Célja pedig, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartás fontosságára. Száva azonban nincs egyedül, Zengő hozzá hasonlóan szintén angol agár. Ők ketten a nyári tábor ideje alatt minden kedden ellátogatnak az MMK-ba a táborozó gyerekekhez, akik többségének otthon is van valamilyen állata, így ők már tudják, mit értünk felelős állattartás alatt. Én egyszer voltam ezen a foglalkozáson, és nagyon tetszett, mert meg lehetett simogatni, mielőtt elkezdődött a kutyusokat, és tényleg nagyon sok mindent meg lehetett új dolgot tudni a könyvből, amit felolvastak nekünk. Otthon nincs nekem kutyám, de nagyon szeretem őket. Mamámnak szerencsére van, és akkor őt lehet simogatni, meg pátyolgatni. Nekem van 2 kutyám otthon. Van 2 Yorkie. Az egyik az 3 éves, a másik az 6. Takács Anita szerint csak olyan dolog iránt érzünk felelősséget, amelyet megszeretünk. Amikor Szávát megkaptam és elkezdtem nevelni, akkor szembesültem azzal, hogy nagyon sok neveletlen kutya van, az emberek egyáltalán nem értik a kutyájukat, nem értik, mit akar a kutya, nem tudják, hogyan nevelhetik a kutyát. Természetesen én sem vagyok egy csodalény, és én sem tudok mindent, de azokat a dolgokat, amiket utána olvasva, utána tanulva elsajátítottam, arról írtam ezt a könyvet, és úgy gondolom, hogy ha ezt egy olyan játékos formában és egy szórakoztató formában adom az olvasók elé, hogy ezt ebben benne élnek ebben a történetben, akkor ez nagyon sokat fog nekik segíteni abban, hogy jógazdikká váljanak. És felnőttek ugyanúgy szeretik a történetet. Egyébként nagyon sokszor hallottam felnőttektől is, hogy nagyon sokat tanultak a könyvemből, és nagyon sok új dolog volt benne számukra. A Munkás Művelődési Központ napközi és nyári alkotótábora július 27-ig várja a gyerekeket.